Jaj, de szépen harangóznak, talán az én galambomnak, kiviszik a temetőbe, el sem búcsúzhatok tőle. Izgalommal készülnek a népdalkörök és népzenei együttesek az Országos Népzenei Gála szintű minősítő Aranypáva nagydíjas versenyre, itt a Művelődési Házban. A dátum pedig április 14-e. Ezen a napon rendezte meg ugyanis a nívós versenyt a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, azaz a KÓTA, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Sárléti Népi Együttes. 32 csoport, közel 300 versenyző érkezett a rendezvényre. A népdal a magyar népzene legősibb formája. Emberi érzelmeket és gondolatokat testesít meg, fejez ki. Szerzőiket nem ismerjük, a legtöbbjük nemzedékről nemzedékre szállva, szájhagyomány útján keresztül maradt ránk. Az itt fellépő együttesek, népdalkörök pedig ezekkel a népdalokkal készültek a zsűri elé állni. Az Aranypáva nagydíjas verseny lesz megszervezve, megrendezve a Kórusok Országos Szövetsége, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Püspökladány Város Önkormányzata, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, illetve a Sárléti Népi Együttes szervezésében. Ez a díj a legkiemelkedőbb népzenei díj a népi együttesek és citara zenekarok közül. Tehát azok az együttesek, akik ide látogattak, már bizonyítottak, sőt a legeslegjobbak közt vannak az országban. A mai versenyre 32 csoport, illetve szólista érkezett, főleg az északkeleti ország részről, Sátoraljaújhelytől, Kazincbarcikától, Mezőtúrtól kezdve, ezek a rangos zenekarok látogattak ide hozzánk, illetve szólisták. A kistérségből Nagyrábéról, Sárét udvariból nézőink vannak, Püspökladányból két csoport is, ugye a Törő Gábor hagyományőrző és a Sáréti Népi Együttes. A versenyen azok indulhattak, akik már több térségi, illetve Aranypáva díjjal rendelkeznek. Természetesen minden feljutó versenynek ugye fokozatai vannak. Vegyünk például egy együttest, aki már összeáll, megalakul, legyen az egyesület, vagy maga egy népkedvelő kör. Összeállnak, próbálnak, és egyszer csak úgy gondolják, hogy megméretnék a tudásukat, akkor eljönnek egy térségi versenyre. Ezt követő két éven belül mehetnek egy országos megmérettetésre, illetve itt, hogyha elérik a páva díjat, akkor kerülhetnek aranypáva minősítő díjra. Van aranypáva nagydíj, aranypáva díj, és ez a leg csúcsa mindennek. Művelődés szervező vagyok, tehát nekem a legeslegfontosabb feladat az emberi tényezők mellett is a hagyományok ápolása, megőrzése, átörökítése. Ugyanezt elmondhatom a Sárléti Népi Együttes elnökeként is, mert fő célkitűzésünk az, hogy ápoljuk, megőrizzük és átadjuk a fiataloknak, a nemzedékek egymásnak ezt a gazdag örökséget, a Sárlét dalkincsét, de ezen belül Magyarország népzenei kincsét is, mert a kultúra szerves része. A fellépők között voltak a Püspökladányi népdalkörök is. Mindkét együttes aranypáva nagydíjas. Most csak a Törő Gábor hagyományőrző népdalkör kérte a minősítését. Riporterünknek elmondták, hogyan készültek a mai napra. A mai napra, mivel hogy mi vagyunk a szervezői, a KÓTÁ-n keresztül, mi mostan egy föllépés erejéig fogunk. A minősítést most nem kértünk, mert ugye nem olyan régen voltunk Csongrádon. 54. negyedik évben van a Sárléti Népi Együttes. Azt lehet mondani, hogy a legmagasabb a páva nagy díj, amit megvédtünk, azt mondja, hogy Csongrádon az elmúlt évben. Hát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Jelzem azt, hogy az együttes, amióta elindult ez a pálok, tehát 60-as évektől kezdve, töretlenül aranydíjasok, aranynagydíjasok, pávadíj, nagypávadíj, tehát most mindennek a részesei vagyunk. Összekovácsol bennünket, hiszen népdal szeretete, vagy az éneklés öröme, az szinte lelkünket is megújítja, felfrissíti. Többször kaptunk meghívást ilyen rendezvényre, és azok jöhetnek ide, akik aranypáva díjat kaptak. Mi most az aranypáva nagy díjat szeretnénk megkapni, hát reméljük, hogy sikerülni fog. Ez nagyon jó, hogy itt van, mert ilyen rendezvény még itt nem volt, és ez a legnagyobb elismerés ebbe a népdal éneklésbe,
hogyha valaki ezt az Aranypálva nagy díjat megkapja. Két csokrot hoztunk, mert a csoportok két csokrot, a szólisták egy csokrot hozhatnak, és a régi sáréti népdalokat fogunk énekelni, és hortobágyi népdalokat. Mit várunk? Hát, hogy jól érezzük magunkat, egy nagyon jó szereplést, és hogy azt tudjuk nyújtani, amit elvárnak tőlünk, és amit Sanyi is elvárna tőlünk. A kistérségből érkeztek a nagyrábéi pávakör tagjai. A népdalkör 35 éve működik, és ez idő alatt számos elismerésben részesültek. Kétszeres aranypávadíjasok vagyunk, hát nagyon nagy összetartó ereje van, és amikor egy ilyen szintet elérünk, én szerintem, ezt már a többieknek is sokszor hangsúlyoztam, akkor ez már nem csak hobbi, vagy szórakozás, vagy valami, ez már azért kötelez is bennünket. Én legalábbis úgy érzem, és ezt a többieknek is szoktam mondani. Izgulunk, készülünk, reméljük, hogy sikerrel, de hát mindig újakat is kell tanulni, akkor vezetőváltás volt. Én most 11 október óta vagyok a csoport vezetője, úgyhogy számomra nagy jelentősége van, hogy pont egy aranypávás csoportot vezethetek, és nekem ez az első megméretetésem így velük. Verseny is ugyanis kertük ugye az országos minősítést is szintén, meg mondom, igazából lehet, hogy ebből csak én csinálok ilyen problémát, hogy aranypávás csoportot hoztam, és nyilván szeretné az ember ezt megtartani, vagy még feljebb tornázni egy kicsit. Tehát az izgalom az nagyfokú bennem is, csoporttagokban is, de reméljük, hogy jól sikerül. Ennyit mondtam a többieknek is, hogy felmegyünk és éneklünk. Tehát ez a cél, hogy mindenki szeretettel énekeljen ott a színpadon, és nem az izgalom legyen már ott a döntő, hanem hogy szeretjük ezt csinálni. Az országos rendezvényre határmenti települések is érkeztek. A Huták virágai népdalkör Pálházáról utazott a megmérettetésre. Évente 20-25 fellépésük van, általában falunapokon és térségi rendezvényeken állnak színpadra. Vezetőjük Pandák Pál, aki nemrégiben megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet. Elsősorban nagy-nagy izgalommal és szeretettel, hiszen egy ekkora rangos rendezvényen nagy tisztelt megjelenni. Ami a népdalokat illeti, a hagyomány ápolása célunk, szlovák nyelvű népdalcsokorra, illetve újításképpen azért, mivel itt az Alföldre jövünk, egy turkevei gyűjtés, Madarász Károly gyűjtéséből. Két aranypálva díjunk van, az egyiket 2 évvel ezelőtt, a másikat 4 évvel ezelőtt szereztük, és szeretnénk elvinni ma a harmadikat is. Mind a két nyelven készültünk, mivel támogatunk a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Huták Virágai Zemplénért Egyesület. Igen, a munkagyűlölcse beérik, 10 évesek leszünk ebben az évben, és azóta folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több díjat szerezzünk. Van több aranyunk, van szlovákból aranyunk, magyarból, és az két aranypálva díjunk. A rendezvényt a Sáréti Népi Együttes nyitotta meg, mint az egyik szervező, és a tőlük megszokott színvonalas műsorral teremtették meg a jó hangulatot. Majd az együttes oszlopos tagja Fórián Imre egyéni indulóként is színpadra állt az országos minősítésért. Fekete halomra, onnan nézem, merre legel a gólya. Parancsolok, hajtáromnak, Pistának, csapja még a bal szárnyát a ujjának.
csaptaj a bal szárnyát a gulyámnak. Mindjárt látom, híja van a marhának. Sárga lovon, hányvára van, kikötve. Kinek tetszik, menjen rajta, keresse. Elköltözött a daru még a gaulya. Senki nincs már a pusztába maradva. A pusztába magam vagyok egyedül. Rajtam még a jó Isten se könyörű. A nagyrábéi pávakör hölgytagjai szívesen énekelnek sárréti népdalokat. Most is Hajdú-Bihari népdalcsokorral érkeztek a versenyre. Mellette azonban bogácsi népdalokból is válogattak. Nyújts az ingen, nyújts a gatyám, lobogós az ujja. Nem lobog az, nem lobog az, ha a szél nem fújja. Huták virágai népdalkör tagjai Pálházáról utaztak, hogy megkapják a Kóta aranypáva minősítő nagydíját. A megmérettetésre zempléni szlovák dalokkal, valamint turkevei népdalokkal készültek. A püspökladányi Törő Gábor hagyományőrző népdalkör szintén képviseltette magát a nagydíjon. Jelenleg 25 tagja van a csoportnak.
most hortobágyi pásztordalokat adtak elő. Fellépőket igen komoly szakmai zsűri értékelte. Birinyi József, a zsűri egyik tagja, elmondta, mi is a kóta és milyen rangja van a versenynek. A kóta 1970-ben alakult, tehát krisztusi koron jóval túl, és a népzenei együtteseket, szólistákat, népdalköröket, citerásokat, vegyes hangszereseket fogja alapvetően össze. Kezdettől fogva a népzenei együttesek minősítését végzi többek között, illetve a képzés, zenekar, népdalköréi vezetői képzést is, és két évente van egy-egy minősítési ciklus. Most a 16-at járjuk, annak a vége felé közeledünk, mert hogy ez év szeptemberétől indul a 17. minősítés. A két év úgy néz ki, felfutó rendszer van, térségi, országos és országos aranypáva gála minősítés létezik. Most a csúcson vagyunk, tehát az országos aranypáva gála az, ami Püspökladányban megrendezésre kerül, és több mint 30 csoport és szólista minősül. Közülük sokan térségi és országos minősítési fokozatot kérnek, de vannak jó néhányan, több mint fele, akik már az aranypáva országos minősítési fokozatot elérték, és jogosultságot szereztek arra, hogy az országos aranypáva gálán minősüljenek, ahol külön díjat és nagy díjakat, aranypáva nagy díjat lehet elérni. A tavalyi évben 1250 együttes és szólista indult a versenyen. Ebből 72-en kaptak aranypáva minősítést, és a 23-an szerezték meg az aranypáva nagy díjat. A díjat tehát igen komoly feltételek mellett lehet csak elnyerni. Népdalcsokrokat vagy népdal anyagot kell hozni, tehát a mezei virágkötő versenyre nem örülünk, ha valaki művirágot vagy sejemvirágot hoz, még ha illatosítja szprével, akkor sem. Tehát nem műdalokat, egyebeket, hanem a népdalokat, és azok közül is a jellegzetes, értékesebb, archaikusabb, szebb, a zenei, művészeti érték szempontból és folklorisztikai szempontból is a jobbakat hozzák. Természetesen olyat is, amit jól tudnak énekelni, és ami illik hozzájuk, és amit stílusban aktualizálva meg tudnak szólaltatni. Mivel zenéről van szó, akkor nem csak a népzene forrás fontos, a zenei tisztaság is fontos, fontos az előadási stílus, hogy hogyan aktualizálják. A kóta állandó zsűrit küld az országos aranypáva nagydíjas versenyekre. A zsűri tagok egytől egyig a magyar népzene nagyjai. A kiírásnak megfelelően a kóta egy válogatott csapatot a szakembereink közül állított össze, ami azt jelenti, hogy kb. 25-30 fő a Kárpát-medencéből, nem csak Magyarországról, akik rendszeresen szoktunk zsűrizni, de az országos aranypáva nagydíjas gála versenyeken lehetőség szerint mindig ugyanaz az 5-6 fő van, ugye? Tehát, hogyha udvariassági sorrendben mondom, akkor dr. Fehér Anikó, aki a Magyar Rádió népzenei szerkesztője jelenleg, műsort is vezet, illetve zsűrizni szokott, Olsvai Imre tanár úr, ugye, aki a nagyunk idézőjelben, ugye, tehát az Akadémia Népzene Kutató Csoportjának nyugalmazott kutatója és tanácsnoka és mindenféle egyéb kitüntetéssel ellátott ember, akitől hát mindannyian szinte tanultunk többek között. Dr. Várnai Ferencő Pécsről, ahol megyei szakfelügyelő volt, népzenekutató, rádiózott, ő is tanított sok mindenféle évben, gyűjtött fúvó zenekari feldolgozásoktól a kórusművekig és a népzenéig mindennél foglalkozott. Dr. Alföldi Boros István, aki a Magyar Rádió zenekaroknak az igazgatója, és ő is néprajzkutató, egyébként zenész ember, egyházi zenével is foglalkozott, népzenei együttesekkel rengeteg felvételt készített, és hát Dévai János, aki szintén ugye hát környékbéli származik, a Debreceni Déli Báb Együttes oszlopos alapító tagja. Minden bizonnyal a zsűri egyik legkiemelkedőbb tagja dr. Olsvai Imre népzenekutató. Tudományos kutatásai során 1947 óta 200 belföldi helyszínen körülbelül 7000 népzenei dallamot gyűjtött, a magyar mellett pedig szomszéd népi anyagokat is. Eddigi eredményei 3 önálló kötetben és 20 tanulmányban jelentek meg. Kohály Zoltán legfiatalabb népzenetudós tanítványa, és hát ezt a címet tényleg már senki nem veheti el tőlem, de nekem meg feladat is, büszkeség, öröm, és ugyanakkor önmagam ellenőrzése is, hogy megteszek-e mindent, amire ő tanított, és amire az azóta eltelt évtizedek, most már tényleg az ember
felbátorították, és olyan a újjáéledésnek az az öröme, ami ilyen találkozókon megbizonyosodik, és látom, hogy tényleg Kodály vetése, meg Bartóké is, meg Lajtáé is, akik már 100 évvel ezelőtt mentették a menthetőt, és bizakodtak abban, hogy ez újra közkincsé lesz, újra a nemzet egésze fog megbarátkozni vele és visszafogadni a szívébe. Mindenképpen egy olyan újjászületés, ahol a nemzet az ősök hagyományából születik újjá, és ezáltal egy olyan időt legyőző, szinte hát fizikán felüli vére, áramlás, lélekáramlás, de hát ez a lélek mégis hangzó testen keresztül valósul meg, és ez csak bejárja az emberek szívét, lelkét, és amellett ez a legnemesebb szabadidőtöltés. Orsvai Imre elmondta, milyen szempontok szerint értékelte az előadott népdalokat, valamint azt is megosztotta riporterünkkel, mi a jelentősége a népzenei versenynek. Elsősorban, hogy jól választotta-e az anyagát, tehát az valóban a hagyomány mélyéből, a hagyomány telivér termőföldjéből, és lehetőleg a sajátjával kezdjen, ne ugráljon mindjárt messzi vidékekre, ha már a sajátját kimerítette, de hát az is 10-15 év, akkor aztán lassan jöhetnek a szomszédok, meg a távolabbi tájak, és amíg azon is túl akar lépni, hát akkor a rokon népek és a szomszéd népek népdalai. Egyrészt az, hogy az embereket olyan nemes élvezettel tölti el, egy olyan lelki táplálék, amiben ők több évezredes őseikkel fognak kezet, és a szívük megtelik ugyanazokkal az érzésekkel, gondolatokkal, örömökkel és fájdalmakkal is, mert ezek tényleg általános emberi tényezőket, mozzanatokat, lélekhúrokat pendítenek meg, tehát egyszerűen mindenkihez szól a népzene. És én ott voltam annak az újjászületés csodáján, amikor Vas Lajos barátom, idősebb barátom, mert hiszen 4 évvel idősebb volt, de már a Zeneakadémián is nagyon összebarátkoztunk, és amikor ő a televízió hullámain keresztül az egész nemzetet rá tudta ébreszteni arra, hogy itt a szívekben és a fejekben, meg a régebben gyűjtött ott a fejekben is, azért van olyan, amit érdemes elevenen megőrizni, ápolni és továbbadni az unokáinknak. Ahogy az dr. Orsvai Imre említette, nem kisebb mestere volt, mint maga a nagy népdalgyűjtő Kodály Zoltán. Azt kell mondanom, hogy éreztük, hogy nagyon szeret minket, de ugyanakkor nagyon szigorú is tudott lenni. És velünk a népzenetudós növendékekkel mindig oldottabb és barátságosabb volt, mint mikor egy nagyobb, többféle tanszakos növendékeknek szolfés órát tartott. Akkor mindig szigorúbb volt és kicsit metsző, minden hibára rámutatott. Szóval nem lehetett sem mellé énekelni egy hangot, ami a kottában volt, sem mellé kottázni, amit hallunk, és nagyon ügyelt arra is, hogy a kiejtésünk, a nyelvezetünk is minél inkább megfeleljen a magyar nyelv törvényeinek. A legbarátságosabb volt, amikor kicsi gyerekek köszöntötték őt énekelve, hát akkor egyszerűen egy érző szívű nagypapa nem tud ellágyulni jobban, simogatta a fejüket, elbeszélgetett velük, úgy mosolygott rájuk, hogy ahogy mi ránk nem igen, bár néha velünk is megtette. De amikor búcsúztam tőle, hát átkarolta vállaimat, odahajolt és megcsókolt. Hát azt hittem én, hogy elsírom, vagy belül éreztem egy olyan megrendülő meghatódást, hogy íme csak kimutatja szeretetét. A fellépő népdalkörök ezen a napon megmutatták tehetségüket, fejlődésüket az elmúlt évekhez képest. A rendezvényen összesen 8 csoport kapta meg az Aranypálva minősítő nagydíjat. Aranypálva fokozatban részesült 6 együttes és országos kiváló fokozatot kaptak 10.
A püspöktalányi Törő Gábor hagyományőrző népdalkör aranypálva nagydíjas lett, míg Fórián Imre egyéni indulóként, aki Sáréti Népű Együttes tagja, országos minősítő aranyfokozatban részesült.